Ez az egyik buszmegálló a közül a 12 közül, amiket felújítanak Szekszárdon. A fejlesztés sorozatra a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési pályázatán nyert pénzt a megyei jogú város önkormányzata. Szekszárd már hosszú évek óta indul ezen a kiíráson, és eddig mindig nyert is. Most tucatnyi helyszínen újulnak meg a buszvárok felépítményei és az útburkolat is. Északról délre, keletről nyugatra haladva, akár a munkába járást tudjuk segíteni azzal, hogy megfelelő minőségű buszmegállókkal látjuk el a város. A mostani beruházásokkal együtt Szekszárdon már 89 olyan buszmegálló lesz, amiket az elmúlt években újított fel az önkormányzat. Ezúttal 15 millió forintot fordíthatnak a beruházás sorozatra. Ebből több mint 13 millió forint pályázati forrás. A fejlesztések során több olyan helyen is kialakítanak fedett váróteret, ahol eddig ilyenek még nem voltak. Sokat kedvezünk annak, aki akár a szőlőbe kell, hogy kimenjen és buszra kell, hogy várjon, hiszen ezeken a helyszíneken jelenleg nincsen felett buszmegálló. A buszmegállók felújítása a tervek szerint idén-nyáron kezdődik, és néhány hét alatt be is fejeződik. A cél, hogy a munkát szekszárdi vállalkozók végezhessék.